Ma adták át a vajdasági magyar közösségek megtartásáért tevékenykedők életműdíját Zentán a Magyar Kultúra Napjának délvidéki központi ünnepségén. Idén is olyan 4 személy részesült Magyar Életfa díjban, akik a szülőföld megtartó erejét igazolták. Ilyen például Kalapis Sztoján atya, aki meghatározó személye a bánáti közösségnek. Őt a magyar keresztény szellemiség életben tartásáért és a szórványban élő magyar fiatalok anyanyelvi oktatásáért végzett munkájáért díjazták. Ha nem lenne aztán, mint pap, ha nem lenne ez az erős hit, vagy a támogatás, a lelki vezetőmnek a támogatása, az útmutatása, akkor még nehezebb lenne, ugye? De mindig találunk olyan megoldást a lelki vezetőmmel, hogy kilábalunk a nehézségekből, és folytatjuk tovább nagyobb lelkesedéssel. Mezei Erzsébetet Zentán és környékén a rajzpedagógiai munkásságáért és a zentai képzőművészeti alkotóműhely megalapításáért díjazták. Alkotói munkássága az élő néphagyományok tiszteletét és megbecsülését jelzi. Hogyha újra kezdhetném, én újra csak tanár lennék és képzőművészet szakos tanár. Na, az egy gyönyörűség volt, amikor egy gondolatot elhintek közöttük, és mindenkinél másképp jelenik meg, mint ahogy azt én elképzeltem. Pénovácz Antal pacséri nyelvjárás és néprajzkutató tudományos munkásságával érdemelte ki az elismerést, szerinte fiatalon lelkesítőbb díjat kapni. Még az ember fiatal, ugye, csinálja eredményt ér el, akkor szeretné is valahogy, hogy azt valahogy visszajeleznék neki. És olyankor, pláne így, aki mondjuk rá egy ilyen vidéki magányba tengődik, annak nagyon nehéz. A Magyar Életfa díj negyedik díjazottja idén Diósi János, a Doroszlói Közösségi Sportklub és az Alvég Tekeklub alapítója, aki a hagyományőrzés megszállottja. Abba a 90-es években minden nullán volt, és ezt kellett újból beindítanunk, ami nem volt könnyű dolog. Ez volt az, ami összekötte az embereket hozni, hogy na, gyerünk, ezt csináljuk újból. Szerencsém volt azért, mert nekem olyan emberek voltak mellettem, akik segítettek. Az elismeréseket minden évben Zentán adják át. A díj Nemes Fekete Edit szabadkai kerámikus művész Életfa című kerámia fali képe, amihez egy egyedi oklevél társul. A Kárpát-medence magyar közösségeiért végzett őrző teremtő munka arany plakettjét idén Halc József, a Rákóczi Szövetség elnöke kapta.